volt Nyulak-szigete, Urak-szigete, volt királyi udvarhelye, több kolostora, még egy vára is, ma pedig van uszodája és természetesen strandfürdője. Ebből nyilván kitalálták, hogy a Margit-szigeten vagyunk, ami Árpádházi Szent Margit után kapta a nevét, aki itt élt körülbelül 700 éve egy kolostorban. A sziget körülbelül 2800 méter hosszú, legszélesebb pontján középen körülbelül 500 méter széles, ez a 600 holdas budapesti pagony. A sziget volt a nádori, aztán a 13. kerületé, 10 éve a főváros közvetlen igazgatása alá tartozik. És akkor mielőtt még bemegyünk, 1900-ig a sziget csak csónakon volt megközelíthető, és jóval később, az 1876-ban elkészült Margitidnak csak jóval később készült el a szigeti bekötő szárnyhídja. Emlékszem, hogy anyukámmal rengeteget jártunk gyerekkoromban a Palatinusra, és itt még egy aluljáron kellett átjönni a híd alatt a szigetre, és iszonyú félelmetes volt lenézni a vastraverzek között a hömpölygő Dunára. A centenárium emlékmű 4,5 méteres bronz szobor, ami két különböző elemből tekeredik össze, szimbolizálva a három városrész egyesülését, ugyanis ez pont 1973-ban a 100. évfordulóra adták át, és a három azért kettő, mert külön jelezve van, hogy Pest-Buda az egyik szelet és Óbuda a másik. Belül a magyar történelem eseményeire utaló jelképek, domborművek, körülötte a 20 méteres kör alakú pázsitot pedig a Budapest utcáit szimbolizáló andezit csíkok szakítják meg. Ha pedig belenézünk, a felfelő kígyózó spirál csúcsa az égbe és a végtelenbe tör, természetesen a fényes jövőbe. A 19. század vége előtt több kisebb-nagyobb szigetből, homokzátonyból állt. A kisebbeket aztán elkotorták, vagy feltöltéssel a legnagyobbhoz kapcsolták. A mai déli csúcs például különálló bozótos homokzátony volt, nevezték budai kis- és festőszigetnek is, mivel állítólag kalandos kedvű festők csónakáztak át ide festeni. A sziget nem csak észak-dél, de kelet-nyugat irányban is sokkal keskenyebb volt, mint ma. Nyugat irányban eredetileg alig terjedt túl a mai autóúton. A 19. század végén kezdték el a sziget kiépítését, megnagyobbítását. Akkor töltötték fel például itt a budai oldalon a Festősziget és a Nagy-sziget közötti apró Dunaágat. Később, amikor már kész volt a Margit híd, kiépítették a déli csücsöknek a árvízvédelmi csúcsát. Később pedig, 20 évvel később pedig ugyanez a nyugati oldalon is elkészült ez a kövezés, aztán ugrunk 100 évet, és körülbelül 2000 előtt Svajda György a Nemzeti Színház legelső vizionárus tervét azt arra a déli sziget csúcsra képzelte el ott a Margit szíd alatt, hogy szépen nézett volna lefelé, délfelé. A Palatinus volt egyébként Budapesten mai értelemben véve az első strandfürdő. 1919-ben a Tanácsköztársaság alatt nyílt meg, amikor a szigetet is nyilvánossá tették. Aztán 101 éve, 1921-ben készült el a három betonmedence, de a történeteink itt már összeérnek, hiszen erről egy korábbi egyhely is szól. Az északi csúcsnál lévő kis sziget volt viszont a Fürdősziget 50-60 hőforrással. Ezt a kis szigetet ugyan 1873-ban elkotorták, a termálvizét viszont mindig is használták, ahogy mondani szokták, már a rómaiak is. Igen, már ők is, mert az Aquincumi légiós tábor lakói, illetve a Duna keleti partján felállított ellenerőt katonái, aztán a pesti Dagályfürdő, miután a világháború miatt félbe maradt
Árpád híd építése közben a folyóvíz alatt újra megtalálták a forrásokat. De a Margit-sziget északi része is fürdősziget volt régen, tele Ybl Miklós-féle fürdőépületekkel. 1867 után a sziget tulajdonos József főherceg Ybl Miklóssal az egész szigetre kiterjedő tervet készített, ebből 1873-ra elkészült a gyógyfürdő, a vendéglők, több villa, a kisszálló, a gépház és a neoreneszánsz nagyszálló. Ekkor építették meg a mesterséges sziklák közé a vízesést is. A Margit-sziget elszigeteltségét sokan szerették. Először 1861-ben költözött ki ide a családdal Arany János, aztán 1877-től pedig rendszeresen jött egyedül. Ha egyedül jött, a zöld zsalugáteres kisszállóban lakott nyaranta, ma ennek a helyén van az északi rész parkolója. Az itteni felső vendéglőben törzsasztala is volt, aztán később Bródi Sándor is, főleg ősszel és télen hosszú időkre kitelepült. Sali Noémi talált rá éttermi számlák alapján, hogy így gyakran rendelt paradicsomlevest, Krudi pedig azt írta meg, hogy egyébként számos kór és baj kínoszta, emiatt emberkerülő volt, szeretett korán lefeküdni, de azért sokat sétált is. És Arany szeretett üldögélni is a Margit-sziget csöndjében, különösen itt a kocsányos tölgyek között, nem véletlenül van itt a szobra. Itt írta az őszikék verseit, és külön írt egy Öreg tölgyek alatt című verset is. Bródi Sándor először 1906 telén költözött ki a szigetre a haverjaival, örökös nyaralási illúzióban, ahogy erről a fia Hunyadi Sándor fogalmazott. Bródi társaságához tartozott a fiatal Molnár Ferenc is, aki, mivel az erős havazás miatt nem tudtak visszacsónakozni, a kényszerű fogságban itt írta meg az Ördög első jeleneteit. Krúdi a 10-es évek közepén a körúti Royal szálló lakója volt, sőt az is lehetséges, hogy kifejezetten egy hölgy kedvéért költözött ide, aki történetesen a szálloda igazgató felesége volt. Aztán egy még kacifántosabb fordulat, Krúdi egy siófoki nyaralás után Váradiné előző házasságból származó 16 éves leányát, Zsuzsát szöktette meg, a botrány elől az akkor még csendes Margit-szigetre. Krudi Gyula 12 évig élt a családjával a szigeten, méghozzá az egykori nádorlakból kialakított bérlakások egyikében, ez ma valahol a ferences romoknál a Palatinusztól délre állt, és még lapot is szerkesztett itt Szigeti Séták címmel, aztán rosszabb idők jöttek, nem nagyon fizették a számlákat, és idővel ki is lakoltatták őket, és akkor költözött utolsó lakhelyére, Óbudára. A vizes vonalat követve, korábban a Duna két partján is létezett egy plebéjus fürdőkultúra, a folyóvízre épített fa fürdőházak várták a strandolókat, a leghíresebb éppen a Parlament lábánál működött. Nem teljesen véletlen tehát, hogy a sok fővárosi fürdő a Duna mellé épült, így a Palatinus is, ami Budapesten a mai értelemben első strand volt. A Margit-szigetet korábban Palatinus, vagy magyarosan Nádor-szigetnek hívták, mivel a Nádor volt a tulajdonosa. Ő hívta meg ide 1814-ben a Napóleon elleni szövetség vezetőit, élükön az osztrák császárral, első Sándor orosszárral, amúgy a Nádor sógorával, és harmadik Frigyes Vilmos porosz királlyal. A szigetnek majdnem az északi csúcsánál vagyunk, a Zemélő kútnál, és szintén egy elég fordulatos történettel, ugyanis ez a kút 200 éve, pontosabban ennek a kútnak az eredetie, 200 éve még Marosvásárhely főterén állt. Bodor Péter, a kitalálója, a kupolájában lévő zenélő szerkezetet és órát vízzel működtette. A szobrot aztán egy hóvihar ledöntötte, és tönkre ment a zenegép is. Aztán itt lemásolták. Az erdélyi teleki Domonkos gróf sugalmazta a budapesti városvezetésnek a kútmásolat felállítását, és ezt anyagiakkal is megtámogatta. Így épült meg 1935-36-ban a Bodor kút pontos mása, igaz, az eredeti dallamot nem sikerült rekonstruálni, az orgonát pedig víz helyett már villany működtette. És akkor az árvizekről, a nagy 1838-as jeges árvíz nem csak 2,5 méterre elöntötte a szigetet, de le is tarolta
a fa telepítéseknek a legjavát. Szerencsére néhány fa túlélt, később meg is magasították egyébként a szigetet 2 méterrel, és a túlélő fák között van a sziget legöregebb fája is, egy narancseperfa, de erről majd a következő részben, az egyhely folytatás, Margit szigeti folytatásában lesz szó a sziget nevezetes fáiról. Támogass minket a Patreonon! Torma Tamás vagyok, és ez itt az egyhely. Ezt a videósorozatot 2 éve kezdtük el az Építész Fórummal közösen, és azóta több százezren néztétek meg. Helyek, épületek, terek, mindegyik videóban egy különleges helyszínre megyünk, kívül és belül, mikrotörténetekkel, és az időben ide-oda ugrálva. Ahhoz, hogy folytathassuk ezt a sorozatot, a támogatásotokat szeretnénk kérni. Támogass bennünket a Patreonon, és tuti, hogy akkor folytathatjuk.